Sziasztok! 7 Days to Die sorozat 11. rész, 11. nap, és itt van velem Gyuszko. Szia! És Vortex. Na, hali-hali. Na, akkor a mai feladat városba való kotorászás, ütni fát, és vasat. Mindenfélét. Gyűjtsd a vasat és a fémet, hogy van? Igen. Jó, jól mondtad. De te milyen hülyeség ez? Tényleg ezt mondták, ez volt a szlogen? A vasat és a fémet. Igen. Hát ez nem ugyanaz? Igen. Üsd a vasat és a frémet. Tudom. Jaj, jött egy horda. Egy nagyon cuki horda. Jaj, de nagyon cuki ez a horda. Csináltam. Uha, azt a kurva, de sokan van. De gyertek pontokért. Megyek. Aha. De ezek szétveszik a házat, hogyha innen kezdem el lőni őket. Nem lent akarsz megküzdeni velük a földszinten. Ne, gyertek itt le, itt az útra kicsaljuk őket, aztán a fémnyilvesszővel le lehet aratni, hát mire ezzel végzünk. De hülye vagyok, Istenem, törött lábbal leugrottam a tetőről. Hát most mit mondjak? Azért mentem vissza a tetőre, hogy helyre pofozzam a törött lábamat, és aztán leugrottam a tetőről. És nem is engem üldöznek, csak téged akarnak. Na jó. Ó, gyerekek, ezen haltok meg. Hallottak vagy kicsit. Na, vár egy szint. Jön a szint, ezt szeretjük. Azt írhatná egyébként valahol, nem ezeket az XP szinteket, nem tudom mi van így eldugva. Nyakszírtem, ütöttem, lőttem. Tényleg bevettem egy kicsit a ütőszert számomat is. Te felálltál az anyád. Ne bírom azt, hogy semmi nincs bennük, milyen csalódás, mi? A bankárnál volt 36 dolcsi. Egyébként szinte senki. Ennyi volt, hát látod, hárman nem volt nagy kihívás. Ott... látsz még. Az úton ott valaki, mit van? Hát ott a Sanyi ott izé amperkodik. Ja, lehúztam egy párat rólatok. Mindent magamnak ilyen, akartam. Másik irányba elhúzta őket. Na! Na, akkor nézzük, melyik házban nem jártunk még című. Az meg van jelölve fákjával, ott már biztos, hogy voltam. Már most lassan eltelik 3 nap, úgyhogy lehet, hogy újra jönnek a lootok. Kik azok a lootok? Is. A zombik? Ez a zombi az újra jön. A lootok azok a zombi? Loot még nem jött újra, de... dehogy nem. Ezek itt. Tessék. Itt még nem jártunk, pedig hát... pedig az ajtó ki volt ütve. De ma visszajött a loot, eltelt 3 nap. Ja, tényleg. Király. Melyik didereg ennyire? Azt hiszem én. Na én ebbe a házba most bemegyek. Ha itt veszek, akkor is. Kocska, itthon van a néni, postát hoztam. Megjött a nyugdíj, a kurva anyját. Itt volt. Ahhoz, de megijedtem, a mocskos rohadék. Hát el lett a gatyám.
Jó egyébként, hogyha levered a függönyt, akkor tényleg egy kicsit világosabb lesz. Egy nyak szirkes, két nyak szirkes. A heréire elhelyeztem egy ütést, abba halt bele, mennyire kegyetlen vagyok. Igyellem is magam egy kicsit. Nyugodtuk alap, hogy megtelik az emberek az inventória, olyan sok szeméttel. Miért fog törni már a balkán? Nagy csalódás. Az adnak nem csináltál ilyen kaszat, mint nekem? Hát igen, elfelejtettem, hogy ezt még kihasználom. De most már nem a végét járja, mondjuk visszamegyek. Nagyon sok 3 perc jön a lecraftolni, ezt már nem volt türelmem. El is tört. Baj. Tényleg csináltam kést. Teszem. Ó, csezd meg! Téged is? Igen. Hopp, de téged nem kicsit. Igen. Megkukucskáltam az ajtón, ott feküdt egy zombi, azonnal fölpattant, de egy másik meg a ajtó mögül így előlépett, az egyből egy ezért balhoroggal indított. Én meg a törött lábammal, meg a fejem vágva nem tudtam elszaladni. Törött láb? Humoros vagy. Én is egyébként ilyen 20%-os élettel küzdök itt, de... Na, mi az Isten van, valami hibaüzenetet írt ki. Na. Basszus. Lefagyott? Újjál, repülünk, én még egyelőre benn vagyok a játékba. Most végül is úgy néz ki, hogy tudok ébredni. Na oké. Van egy páncélszekrény, azért küzdök már 5 perc, hogy bejussak. Semmi staminám nincs. Mit csináljak, hogy legyen egy kis staminám? Megeszem ezt a kóboly kalapot. Hát még hogyha szalmából lenne, akkor lenne szalminád vagy valamid. Van egy játszett. Na? És van itt valami őr? Senki. Na akkor 2500-at leütünk. Na csak éppen a nulla staminával. Na, hol vagytok, cimborák? Jelent egy alaksorba kalálok. Ilyen a zombikat kérdeztem. Ja, neked már csak ők a cimborák. Aki megölt, az például eltűnt. Hát mert elvégezte a dolgát. Csesz. Előléptették. Áj, de béna vagyok is. Pedig most még az FPS-em sem olyan rossz, és mégis mellé lövök.
Most már 15 az FPS-em, úgyhogy most már nagyon jó az FPS-em. Ilyen jó hallod ritkán, ritkán adatik. Pedig most itt nem is vagyunk messze. Na, alapból nem bírja valahogy a gépen. 15. Igen, egyébként sokan panaszkodtak a Seven Days-re, hogy ilyen miatt, hogy ennyire bontható minden. Istenem, hogy mindig kifárad. Ne! Ursula ide spanolt, hallod. Ha most takarítottam ki a pincét, azt ott áll Ursula. És jön, és jön. És megy. Hova mész? WC-re, hallod? Rájött a szapora. De tovább ment, azt ment be a budiba. Na végre, úristen, sikerült kinyitnom ezt a szállat. Miért zuhanyozni ment? Hogy mit csinál? Hova megy? Tovább ment. Á, tévét nézi, nem megy vissza a konyhába. Jaj! Ilyen aki király, jaj! Igen, mert felé megy a égő Ursula. Nem akarom, hogy bánt. Na jó. Nem volt ebben a rohadt szekrényben, csak egy rohadt semmi. Nem vagyok ezzel kibékülve. Hol lehet felmenni, van? Ennek a háznak sárnodat felső szintjeit kiürítettem. Oké, alsó is lassan kész. Ezt a széfet be kéne viszont törni. Hol állsz? Lejössz pincébe. Leestem. Ide hallom, hogy kalapálás. Hát itt semmi nem volt, köszönjük. Ne azzal. Ne azzal, azzal, még lehet, hogy ki is javítod. Nem, az a... Ne, hogy... Jobb klik. Egyébként a kalapáccsal is lehet. Ja, elég jól sebez. Nekem az ajtót, nem kell nekem szarakodni vele. Van nálam egy sör. Lehet meg kéne inni. Ilyet nem, hogy már fel kell, hát. Na, eltört. Még zárva van. Van ott a valaki? Nyissa ki! Na, lesz sörétesünk. Mármint sörétes mi? Shotgun. Maga a fegyver. Ja, jó, mert kitanultam a receptet egyébként. Aj, mindleg is nem üti ki. Nekem kell kiütni. Hát erről nem volt otó. Ez nem felkészülve. Kell valami kis szerszámot kreálnom. Mit ad? Követ. Oké. Okay.
de dühösek vagytok, rácok. Nézzük, mit adnak itt ingyen. Lakoztam volna hozzá, de annyira nagy a hörgés ott az irányadba, hogy inkább meggondoltam. Nagyon hörögnek, de igazából nem nagyon bontakoznak ki. Hangjuk van, de csáva mosogatóba fürdik. Megdöglött már. De sokat számít, hogy a mining tools nekem így föl van nyomva. A pillanatok alatt lecraftolt azért a kőbaltát. Még jobb is lett, mint volt. Te döntöttél egy fát a házra, vagy igen. Mi ez itt? Igen. Hát jött rá, bazze. Gondoltam, addig kint hasznossá teszem magam, ha úgy sem merek bemenni. Sok minden van itt. Mi az Isten? Fejbe lőttem, azt meg se kottyan neki. Ilyen nagy dagadék lógnak ki az ő belei. Ez az, ami fut? Nem ez, ami fut és robban. Nem az a rendőr. Rendőr az nem köp. Egy köp is, ja. De lehet, hogy csak éjszak. Nagyon ritka. Lehet, hogyha nagyobb szintűek leszünk, akkor lesz a hordába. Mi az Isten ez a nyöszörgés? Az már kiírtottam itt mindenki. Dehogy nyírtottad, itt vannak földszinten. Honnan jövök, idegen nincs. Honnan jössz, csak nem írtottad ki. Most öltem egyet. Alattad. Itt kalapál, aha. Üssed, öcsém, oda úgyis be akarok menni. Üssed. Mi az Isten, ez egy feráll? Ja nem, megijedtem. Enni fog öcsém, vagy mi van veled? Az anyját akkor átkaptam tőle. Mindig nézegetem a helyét. Jó, én is kaptam. Ú, de terem kicsit. De rögtön bele is haltál, akkor átkaptál. Öcsém, éppen szétmorcongolják a testedet, én meg menekülök. Jaj. Mi van ott, kutya vagy mi? Nem. A zombi ráugrott és megette. Sima zedi volt. Meg jó, hogy nem voltunk messze. Most megint jöhetek üres kézzel. Nem baj, én addig itt kitakarítok. Végre lefeküdt. Ú, az anya is itt ment el mellettem. Jó, miért nem gyilkolt meg? Mert nem éhes már. Jól lakott az előbb. Na, tudnám értékelni, hogyha már mennének az anyjukba. Na nézzük, mit őriztek ezek ennyire? Folyt. Na ez, igen, itt ez a lényeg. Mi ez a nyitogatás? Gondoltam, hát ha sikerül. Neked is könyvereket vegyük.
Ahhoz, hogy jó szerszám készüljön, ahhoz valami crafting izét kell fejleszteni? Aha. Az, hogy nekem a mining tools föl van tolva, az nem számít a craftingnál? Nem, nem. Hanem a construction tools kell fejleszteni. A csavarkulcsnál. Construction tools, az nekem föl van nyomva 20-ra. Hát és mit, milyen színű tudsz gyártani? Kellett a mixer miatt. Hát azt nem tudom. Gyárt csak valamit. Hát ugye, mert én például 100-ast tudok csinálni, ami hát elég gyengek. Még narancssárga szint. Csinálok egy kőbaltát, azt megnézem, hogy mit tud. Jajajaj. 50-es. Hát akkor valami mást is kell hozzá. Lehet, hogy a toolsmithinget is kell. Craft handler, motorid, aha, lehet, hogy azt is. Hát, tudom. Na, hol lesz, nyitva van. Húha, na nézzük, ez már jobban néz ki. Próbálok helyet csinálni. Nem kell. Ez sem kell. Shotgun alkatrészek. Egy magnum. Mit ütsz ennyire? Hozok be fényt. Meg a kijáratot. Már elővette a kését, mikor meglátod. Nogó. Ja, voltam fenn már itt mindenhol. Nézzük. Ott szemben az a ház nagyon zártnak tűnik. Hónapot. Jöttünk kilakoltatni. Nem fizették a villanyszámlát. Szétkapjam. Na. Figyelj, itt van egy ilyen painting, de ez még a falakat lehet festeni, olyan képet találtam. De elviszem neked egy. Edd le, majd itt vagyok a hátad magad. Ja, visszateszem akkor ide a... Már használom is akkor fel. Mert? Napot? Nem szép. Ah, nincs itt senki. Hát túl sokan vagyunk, megijedtek tőlünk. Valami üres üveg. Szekin őket vinni, mi? Van már csomó, nem kell szor. Adjuk az ajtókat, amit kell kitörni, hogy lássuk, hogy jártunk itt az a legtukibb. Ha fognak hátba támadni közben? Há? Szétcsapjuk a fejüket. Van felső, ha van emellett. Akkor... Az emelletten talán lesz valami. Nem csend van itt. Költöztek innen a népek. Istenem, sok ruha. Én viszem a székeket is, legyen valamit a tűzre tenni. És nincs, nem volt itt semmi. Megettem valamit, ami mérgező. Padlás van. Mondjuk loot sincs, szóval tök mindegy.
Megy a törés zúzás. Volt itt semmi, gyerekek a plafonon, és gyertek fel a padlásra, mert totál üres. Pinyó nincsen? Szerintem ennek nincs pinyója. Nincs, nincs. Garázs, ha ma itt vagyunk. Ott alszik benn Béla bácsi. Ó, meg itt van Béla néni is. Elvesztette a fejét. Az inventory, haza kéne menni. Nektek még nincs? Ja, nyitva van, én még kalapálom itt. Nem megyünk haza egy kört? Kipakolni? Mehetünk, várjál csak ezt a házat most már átnézem. Hogy meghalok. Mi az anyától vagy te ilyen erős? Jön. Lekalapálta rendesen az életerőmet. Csipejébe kapta. Uj, ilyen. Ő ez a pozitúra, te Sanyi. Rágubbasztottam. Hát a mögött a kis ajtó jön ám befelé. Ért ajtón. Egy darab jön befele. Hát ez nem igaz. De. Az nem igaz, hogy nem tudom eltalálni. De. Jaj, mi az Isten? Haltát nem furán fogta. Lootoljuk, azt mehetünk is haza, mert már este van. Ja. Jött, rácsaptam a kezére. Gyere is, kezdtem a gyere babám. Utri girl. Jaj, igen.
rácsaptam a bal mellett. Jól, hogy tévéket szed szét meg. Jó műszaki ember. Jaj! Szoktam egy nyakas kettőt. Kint vagy? Kint vagy? Hol vagy? Nem vagyok a házba. Emeleten. Mi folyik itt? Annyira nem látok itt, olyan sötét van. Buktam be a fejemet, már kaptam a nyakast. Ne állj fel, ne állj fel! Na ezt úgy kell mondani, maradj lenn, maradj lenn. Tudod, mint a boxba. Ide néztem befele. Nem látok semmit, egyszer csak kaptam a nyakast. Be kell engedni a fényt. Hát igen, ez a baj, hogy olyan gyorsan ütnek. Senki fenn nem látom. Voltál már fenn? Ó, már látom, mi van ott, vigyázz! Fönn van a házi néni. Hol? Padláson. Hát engem ne... Engem nem bántott. Szí, ez a tied. A kóját beszkreppeljük. Ennyi. Na, hát nincs itt semmi. Na, kb. Megnéztél mindent? Vagy, nem is nem tudom. Egy táska itt volt az ajtó mellett. Na, ott volt, de üres volt. Volt benne valami? Ja, itt vannak le. Shotgun stockok. Nagy maréknyi. Nagy maréknyi? Ez megint egy mini horda lesz. Beszéljünk velük. Jó, hát egyedüls. És milyen nagy dagadtak. Tele van dagadtal. Megyek. Mindjárt ránk este eladik. Jó, tényleg. Ezeket nem várni meg este 10-ig, mert elkezdenek futni. Addigra le kell darálni. Addigra... Mindig azt találtam egy pixolyt, azt elhasználom. Ennyi. Hát ez nem igaz. Egy percig állok és célzom a fejét, aztán mellé lövök. Ez a dagat mennyit bír? Lassan vissza kell fordulni, mert elkezdenek futni, végünk lesz. Jó, mehetünk. Nem is nagyon maradtunk, látom. Lútolom őket. Ez futás haza. Jó, nem hát várlak egy... titeket. Végeztem a magam részével. Agat nő itt még üti a házat, de nem állok neki lőni, mert este 10-ig nem végzek vele. Bár nagyon-nagyon közel vagyunk egyébként. A házikóhoz. Ja, csak még nincsen megjavítva. Az alsó kapu. Mindegy, a 14. napra kell megjavítanunk. Nagó! Mindegy, ezt a dagadt nőt egy szintet is léptem egybe. Ezeknek meg vas kellene a javításhoz. Jó, mert fát vágtam egy csomót, mert kijavítom, kalapács is van. Hát ezzel itt pont nem fogok kapnában. Good!
Meg beton kell vödör számára. Valaknak. Nagy 3000-es blokkot félig leverték. Egyetlen hamar szétverik, még a acélt is. Melyik a legerősebb? Az a 3000-esnél lesz még erősebb? Igen, majd ez az acél blokkok lehet gyártani ilyen acélból, de hát az annyira drága. Az se, az erősebb. Szóval az erősebb. Úgy sokat nem farmoltunk, inkább lootoltunk. Na? Éjszaka. Hazaértem. Vasat, ezt nem sokat sikerült összeszednem. Jaj. Visszaraktam alulra az ajtót. Jó, ez üres. És hogy voltam. Vagy nyikorgatás mi? Mindenki pakol. Tűzhelyből kifogytak a székek, úgy látom. Na, ha kitanulom a workbench-et, jó? Akkor ne tanulja ki senki. Jó. Oké. Okay. Le is tudod gyártani? Hát ezt nem mindjárt meglátjuk. Legalább tudjuk, hogy mi kell hozzá, ha nem tudom legyártani. Na, tököm be van, itt van. Szerintem igen, le is tudom gyártani. Nem tudom, mennyi mechanikál parcunk van, az kérdéses. 34 darab. Az elég lesz. 87 elektronikál parc. 48 electric components. Hát ez sok van belőle, mert szétszed a tévéket. Jajjá. Halkott részeket. Nailgun parts, auger parts, ezeket átrakom oda. A fegyverek közé, jó? Okay.
Jó kis tűzoltóba támadt meg is, tudod javítani meg a kalapácsomat? Én is tettem be. De nem javítunk, mert az nem jó. Na mit csinálják vele? Már alig van benne. Scrap. Scrappeld be. És én meg csinálok újat. Mindjárt workbench-et megcsinálom, jó? Mert az a fontosabb. Akkor, na nézzük, kell hozzá egy ilyen wrench. Electronical, vagy mi, mechanical. Megvan, megvan. Kell egy hammer, csinálok egy hammert. Craft. Sima? Itt van nálam. Nem baj, ezt tartsd meg csinálni. Úgy is szedem szét. Ez a class hammert mondod? Nem jó, már törött, akkor nem jó nekem se. Claff hammer, igen egyébként. A ruháknál. Van. No, éjfél. Jön. Kapod éjfél. Állítom. Aha. Na hát akkor a viszontlátásra. Sziasztok. Viszontlátás. Hello.